Füst Milán Emlékbeszéd Tukididész madorában Az elesett hősök sírja felett. Barátaim, Annyi szenvedésben És új nagy reménységekben Társaim, Hallgassatok rá! E hősöket, akik itt Feküsznek némán, fennkölt lelkük elszántságától Még mindig összeszorított szájjal, E hősöket, sok mindenért siratja és magasztalja most a nagyvilág. Dicsérik mindenek előtt páratlan, soha el nem képzelt bátorságukat, amelyel ennek az egész nagyvilágnak példát mutattak, hogy az ilyen szegény kis ország hűfiainak mind kell szeretniük a szabadságot és hazát. De példát mutattak kitartásban és erőben is. Vagyis tüzük, nem volt szalmaláng. Ők nem futamodtak meg a harckocsik és ágyuk dübörgése elől, ők gyengét, fiatal mellükkel álva maradtak a vas előtt, küzdöttek utolsó percükig, és meghaltak. Mindebben a dicséretben és gyászban megtört szívemmel én is osztozom. Megfáradt öreg vagyok, sok mindent láttam hosszú életem során, de ilyet még soha. És ezt a csodálkozásomat akarom itt elétek terjeszteni, barátaim. Arról a soha nem látott fegyelemről akarok szólani, amely ebben a forradalomban megnyilvánult. És ez a fegyelem nem csak abban mutatkozott meg, hogy rablás sehol sem történt. Közismert tény, hogy a kirakatok betört üvegablakai mögül senki se lopkodta ki az árut. De még csak nem is ebből áll az a csoda, amely engem létem alapjaiban olyannyira megrázott, és amelynek emlékét a síromba is el akarom vinni magammal. A politikai meggondoltság és okosság, a politikai mérséklet, valamint a forradalmároknak embertársaik iránt való szolgálat készsége és szívbéli jó akarata volt az a csoda, amely újra feltámasztotta szívemben minden szeretetemet, honfitársaim iránt. Mindez utóbbi ideig azt mondtam magamnak, hogy igen, az én szegény népem jellemileg csak ugyan végleg megtört, évszázados mindenféle lealázottságában. Mindenbe belenyugszik ő már, mindennek behódol, mélyebben már le nem hajthatja fejét az én szegény, agyongyötört magyar népem. És hányszor sírtam el emiatt is öregségem könnyeit. A tatár, a török, a német, aztán megint csak a német. Hogy is maradhat meg ez az árva kis nép, a Duna és a Tisza áldott és átkozott közén, amely úgy látszik minden szomszédos hatalom érdekeinek oly kecsegtető és csábító mezeje. Hogy is menthetné létét másként, mint hogy hízeleg, alászkodik, mindenbe belenyugszik, és mindenkor túl teljesíti azt, amit a hatalmak követelnek tőle. Ezt gondoltam mindeddig. De most megalázottságomból fölemelem végre a fejem, és másképpen beszélek. Mert megtörtént ez a csoda, hogy a századok óta szenvedő nép egyszerre így erőre kapott, a vulkánok erejére, és az üstökösök fényével tündökölt. Nem tudok erre más magyarázatot, mint azt, hogy ez a drága ifjúság nem főurak elkényeztetett gyermekeiből állt össze, nem is a pöffeszkedésre, gyűlölködésre mindenkor kész gentri gyerekekből, hanem a nép viszontagságokhoz szokott gyermekeiből, a mai egyetemi ifjúságból. Paraszti munkás és polgári családokból származó diákok ők, akik a tisztaságnak, becsületnek, az emberiességnek és a jóságnak ezt a legszebb forradalmát csinálták Magyarországon, a munkásokkal és a népi katonasággal összefogva. És most arra kérlek benneteket, véssétek szívetekbe és elmétekbe, hogy ez így történt. És miután könnyeitekkel már megöntöztétek a sírokat, és őszi lombokkal is beborítottátok, vagyis a gyászoló szív parancsainak eleget tettetek. Menjetek most, némiképp megenyhült szívvel haza, s majd meglátjuk, hogy mi lesz.